A Mercedes Forma 1-es csapatával utaztam ki Spába, Toto Wolffal néztem a nagy díjat, felültem a boxfalra, megfogdostam Lewis Hamilton kormányát, majd mindezt megbeszéltük, és még az autóba is beülhettünk, vagy a magasak csak álltak mellette, mint én megjárnom. Minden kedves nézőt, én Berez Nagy Dani vagyok, és itt vagyok a Mercedes Forma 1-es csapatának a gyárába, mögöttem pedig a 2021-es autó, és ez pontosan az az autó mindenféle módosítás nélkül, ami Abu Dhabiban átszelte a célvonalat, amelyik autóval Lewis Hamilton megnyerte néhányak szerint a 8. világbajnoki címét, vagy az az autó, ami sajnos elvesztette a Mercedes szempontjából sajnos az utolsó körös csatát a friss gumis Max Verstappen ellen. Minden hónapban körülbelül 2 hetet töltök el a csapat gyárában, és a csapatnak integrált részében benne vagyok, és ez nem csak az itt töltött időben mutatkozik meg, ahol felkészülünk mérnökökkel együtt az F1-es sport szezonra, és minden reggel arra lépek be, hogy megcsodálhatom az igazi Forma 1-es autókat, amikből az életem első 18 évében egyet se láttam, ugyanis 18 éves voltam, amikor életemben először Forma 1-es autóval találkoztam, ma még minden nap látom. Ebbe így egészen hihetetlen belegondolni, hogy mennyit változott a világ. De az idei évem legnagyobb élménye az mindenképpen az volt, amikor a csapat meghívott engem a Spa-i nagydíj hétvégére, Spa-Francorchamps Belgiumban, ráadásul a kedvenc versenypályám, a Forma 1-es versenynaptár leghosszabb pályája, több mint 7 km hosszú körbe is futottam, találkoztam Lewis Hamiltonnal, George Russell-el, Toto Wolffal, egy remek hétvégében volt részem, és ebben a videóban ennek a hétvégének az összefoglalóját láthatjátok. A csapat főhadi szállásáról utaztunk ki közösen repülővel, ahol nem volt már nagy lábhely, szóval rajtam nevetett a csapat. Autót béreltünk, majd onnan mentünk a szállásra. Péntek, szombat, vasárnap is voltunk a pályán, szóval láttuk a hétvége összes eseményét, és ez egy sprint kvalifikációs, sprint futamos hétvége volt, szóval volt mit. Az első nagy emlékünk mindenképpen a garázs bejárás volt rögtön pénteken. Hihetetlen volt átélni azt, hogy mennyire bízik bennünk a csapat. A hírességek, akiket bevisznek ilyen túrákra, mind elveszik a telefonjukat, leragasztják a kamerát. Mi még kamerázhattunk is, persze amit nem szabad mutatni, azt most sem mutatom meg, és másnak sem mutatom, de emléknek megvan, és ezt már soha nem veti el senki tőlünk. Komplikált alkatrészek, padlólemez tele szenzorokkal, szétszerett váltó, motor, teljes hajtáslánc, összerakott, de egymagában álló első-hátsó felfüggesztés bujkál a garázsok mélyén azonnali készenlétben, hogyha baleset történik a pályán, vagy egy másik konfigurációt szeretnének setupolni. De persze, amire mind kíváncsiak vagytok, az talán a garázsok eleje, ahol a csoda van. Az autók, amik megtörik a fizika létező összes törvényét és gyorsabban száguldanak át Spa középgyors és gyors kanyarjain, mint a világ leggyorsabb hullámvasutai. Ezek az autók úgy futnak körrekordokat évről évre, hogy 300 kg-mal nehezebbek, mint 20-25 éves versenytársaik, és fele annyi üzemanyagot fogyasztanak el egy versenytáv alatt. Megfoghattam azt a kormányt, amivel Lewis Hamilton 30 perc múlva az időmérőn körözött és ért el egy szép eredményt. Marcel Jake, akik befértek, már járnó sem, pedig csak 185, nemhogy én a 2 méter 2 centimmel, beülhettek az autókba is. Utoljára Tom Cruise ült bennük. Ez hatalmas megtiszteltetés. Az összes eseményt, vagy az Observation Panelből néztük, ami ott van a garázs hátulján, és még Lewis Hamilton posztjából is kilóg a fejünk, engem pont eltakar a fal, Marcel mellett ültem jobbra, de képzeltek el a sprintfutamot, konkrétan Toto Wolff asztala mögül néztük meg, a csapat legbelső kommunikációját is hallva, és nem csak a lebutított versenyző-versenymérnök közti kommunikációt, mert ennél sokkal több csatorna megy a háttérbe. A legdurvább az volt, hogy mikor volt ideje, Toto konkrétan a nevünkön szólítva beszélt hozzánk, és ezt is hallotta mindenki. Hátra nézett, törődött velünk. A Hamilton-Perez incidensről is, ami a sprintfutamon történt, kikérte a véleményünket. A Forma 1 szerelmeseként számomra ez egy hatalmas, hatalmas dolog volt. Bonóval, Hamilton mérnökével amúgy különösen jóban vagyunk, minden héten találkozunk vele a gyárban is, közösen edzünk, és segít az e-sport stratégiai szoftverünk fejlesztésében, hihetetlen azzal a hanggal beszélni, akitől ezerszer hallottuk már mindannyian azt, hogy Hammer Time, vagy éppen, hogy Get in there, Lewis, mintha csak egy filmben lennél.
Ezután a versenyzőkkel való találkozás sem maradt el. A motorhome-ban mi is azon a szinten voltunk, ahol a versenyzők, a másodikon, ahol csak a legvippebb vendégek vannak magyarosan szólva. Russell-el együtt reggeliztünk, ott voltunk, amikor Hamilton egy szemüveges, partneres együttműködés keretein belül próbálja a prototípusokat. A laza beszélgetés és videózgatás sem maradt el. Megbeszéltük szokás szerint az e-sport versus valóság közti legfőbb hasonlóságokat, különbségeket, az erőket, az autóbeállításokat, kilátást, időjárás, edzést, azt is, hogy mennyire magas vagyok, és milyen szerencsés az, hogy van ez a lehetőség, ez az e-sport, mert egy igazi F1-es autóba sose férnék be rendesen. Súlyhatár felett lennék, és egy tervezési katasztrófa lenne a kocsi miattam. Sajnos bármennyire is szeretem, és szerintem viszonylag tehetséges is vagyok ebben, a valódi autóversenyzés maximum a túrautók világában működhetne számomra, de jelenleg nem ennek a világnak a párhuzamában szimulátorozom. Mert az F1 a motorsport és az e-autó versenyzés csúcskategóriája is. Itt van a legversenyképesebb mezőny, idén több mint 300 ezer ember próbálta kvalifikálni magát. Az F1 e-sport világbajnokságra, ahol én is versenyzek, a legvégén bárki bármit csinál, csak a legjobb 20 versenyez. Hatalmas dolog, hogy 2017 óta itt vagyok, rajtam kívül csak 4 ilyen versenyző van már a mezőnyben. A valóság meg még egy szinttel elképesztőbb, 1000 embernél is több dolgozik évi egy darab versenyautón. Ebbe gondoljatok bele, ezért is imádom a Forma 1-et. Az események közti időben csináltunk néhány kihívást a box utcában, a pedokban, ezekről a teljes videókat a Mercedes F1 YouTube csatornáján láthatjátok, az e-sportnak van egy külön lejátszási listája. A pályán szobrokat kellett megtalálnunk, meg kellett kérdezni, hogy ki ismeri Járno Opmért, és még olyan cringe kihívásunk is volt, amikor egy pályabírót vagy egy biztonsági őrt arról kellett kérdeznünk, hogy mi ez a nagy motorza itt, mint a idióták lennénk. Képzeljétek el, a motorhome-ban a kávégép tudott rajzolni, és lerajzolt minket, ezt is kérnünk kellett, kicsit sem egoista. Köszönjük a social media menedzsereknek. Az egyik este körbefutottuk a pályát. Én nem vagyok tapasztalt futó, kicsit refluxom is van, nagy hányinger, és egy egyszerű, teljesen lapos talpú cipőben voltam, ezért a térdízületem megőrzés érdekében a sárban futottam a vonal mellett, mert ugye dinamikus volt az időjárás a hétvégén, de kevesebb, mint egy óra alatt így is sikerült, 59 perc, kiszámoltam, TikTok videózgattam is közben, több mint 7 km és 140 méter összszintkülönbség, jó ez nekem. Az orúzs, meg az azt követő egyenes, ami egy picit, de végig emelkedik, kegyetlen volt. A középső szektor egy domb, nagyon kellemes, itt még szurkolók is voltak, jókedvű hollandok, mondták, hogy nyomjam tovább, aztán az utolsó szektor megöl újra. De nagyon megérte. Este a futásom után a pályán elpróbálták a vizuális programokat is, volt egy nagyon látványos hőlégballontánc. A vasárnapi futam után egyből rohantunk a reptérre, és 5 órával a leintés után már Budapesten voltam, és rögzítettük Újvári Mátéval az elemzést az Unibet Magyarország YouTube csatornájára. Elképesztő hétvége volt, életem egyik legnagyobb élménye, és nagyon motivál, hogy soha ne hagyom abba az e-sportot, és legyek még jobb benne, hogy átélhessek ilyeneket újra és újra és újra. Mindig a Form 1-be szerettem volna dolgozni, de régen sosem gondolhattam volna, hogy ezt így is lehet. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, nem ragozom tovább a szót. Tudjátok, mit szeretnek az algoritmusok? Sziasztok!